Szép napot kívánok mindenkinek, ahogy Váci Gergő is mondta, igen, itt ül velem szemben Klapka György, szervusz György. Örök, hogy látlak téged, és nem telefonban kell beszélgetni veled. Egy véletlen volt. Na, voltak vizsgálatok, igen, amikor kórház bekerült. Igen, ott kezdődik, hogy én minden évben beoltatom magam, ilyen influenza elleni oltása, és kiderült, hogy a mostani oltás egy korrupt vírusok voltak, nem voltak hajlandók harcolni a bejövő vírusokkal. Úgyhogy megfertőzött az influenza rendesen, lábon hordtam ki, és hát hétfő olyan rosszul lettem, hogy kijött a ügyeletes orvos, és mondta, hogy végem van, szív, tüdő, minden. Máj, vese, mindenki. Minden, rohamkocsival bevitték, nagyon rendesek voltak a kórházba, tényleg semmi kifogásom nem lehet ellenük, beraktak mindjárt CT, BT, nem tudom mi a francokba. KFT-be. Minden, szóval minden, és millió vért vettek tőlem, össze-vissza szurkáltak, és reggelre mondták, hogy ne szimulálják, itt megyek a fenébe haza, semmi bajom nincs. Na azért van ez a baj, mert azért még mindig tart egy picikét, mert tegnap is elég magas lázam volt, de most már túl vagyok rajta. De nem mentél el másnap a diófáidhoz, vagy elmentél? Mert ja, azt mondta a telefonban, hogy te másnap elmész, te nem mersz. Hát nem tudod, mi történt. Nekem, mi úgy élünk, mint egy nagy család a személyzettel. Eldugták a cipőmet, meg a ruhámat, hogy ne tudjak elmenni a diósba. Isten bizony. És nem is tudtam elmenni, elmentek mert a lányok. Mert nem voltál egészen jól azért még. Látszom, nem, hát persze, nem is volt a lázas. Mi most se vagyok egészen jól, de azért itt vagyok. De azért most erre kapsz valami oltást, vagy valamit, hogy ne legyél lázas? Vagy? Nem, én szedek is ilyen, amolyan, ilyen, ezért nem akarok reklámot csinálni neki, ilyen gyógyszert. Szedek ilyen gyógyszereket, izzadok, és ez ennyi. Szóval hát én általában nem szoktam beteg lenni, és nem vagyok kényes, úgyhogy én nekem gyorsan vége az ilyen betegségeknek. Azt mondd meg nekem, egy olyan típusú ember, mint amilyen te vagy. Mi sokszor beszélgettünk, és sokat beszélgettünk. Tehát a élethez való hozzáállásod, ahogy elfogadod, ahogy harcolsz, ahhoz a sorsot értelmezed, ahogy embereket értelmezed. Egy ilyen típusú ember, aki amikor jön a rohammentő, és ott benne fekszel, és szágul veled a gép, mit gondoltál közben? Na, azt mondta nekem az orvos, a ügyeletes orvos, aki először hozta az EKG-t, meg ezt, meg azt, és mondta, hogy hát vagy szívinfarktus, vagy tüdőembolia, hogy ő még soha életében nem volt olyan betegnél, aki ilyen viccet csinál a halálból, mint én. Szóval én ott is humorizáltam a bácsival, nem is volt bácsi, fiatal ember volt, jó érezte magát nálunk, mert elvicceltük az egészet. Igen. Szóval én nem de félek. De a tudatodban, de mégis van egy ember viselkedik, nem vagy... Nem félek a haláltól. Aki megszületett, annak meg is kell halni előbb-utóbb, nincs mese. Én elfogadom a halált, és amikor meghaltál, akkor olyan mindegy, hogy egy napot éltél, vagy 100 évet. Jó, hát utána már ez teljesen másképpen na, látszik az idő. Azért mondom, hogy mindenki, mind a növények, az állatok, az emberek, mindenki meghal, aki megszületik. Még a nap is meghal, aki ugye van még 15 milliárd évünk van, aztán nincs tovább nap. Igen. És tölcs sincs tovább. Igen, 3-4 milliárd évünk van, 15 milliárd éves a világegyetem, de az már egy másik történet. Ami megszületik, az meg is fog halni. De te különösen magadat felkészíted erre, vagy? Nem, egyáltalán nem. Én úgy tervezek mindent, még ma is, mint hogy még 100 évig élnék. Még ma is egy új... De közben tudod, hogy nincs 100 év. Persze, hogy tudom. De ugyanakkor ember azt mondja, hogy másképpen élem meg az időt? Tehát lehet 3 hónap alatt 100 évet is leélni. Másképpen élem meg az időt. Én úgy élem meg az időt, hogy holnap is, meg holnap is dolgozni kell. És amíg én dolgozok, addig nekem jó. Ha már nem fogok tudni dolgozni, akkor lesz nekem rossz. Akkor mit fogsz csinálni? Az ma halálomat is jelenti. Biztos belehalok. Egyszerűen nem bírom ki. De most hol? De hát sokféleképpen lett aktív az ember, tehát mondjuk nem mehetsz úgy dolgozni, mert mit tudom én, bármi okna fogva, de akkor lehet más hát én nem ember... csak azt értem a munka előtt, hogy effektív kapálni, hiszen voltam már művész, voltam kereskedő, voltam, minden voltam már, a világ csak akasztott embernem, szóval tényleg minden voltam már, és én a munkát, mint olyant, nem úgy veszem, hogy effektív kapálni kell, mert a szellemi munka is munka, meg ez is munka, meg a szervezés világos is munka, meg minden munka. Szóval amíg én teljesíteni tudok, és amíg sikerélményem van, addig fogok én élni.
Ha ez megszűnik, az élet is megszűnik számomra. Te nem tudod elképzelni azt az időszakot, hogy tehát nem foglalkozok diófával, vagy oda megyek és jól érzem magam, ülök a diófa alatt. Nem, és... azt, hogy ülök a diófa alatt, azt nem tudom elképzelni. Tehát azt, hogy csinálok semmit. Hogy unokádnak mesélsz, és ott és a nagypapa vagy. És... Jó, hát ez van, mert az most is van, mert persze jönnek csak hozzá. Az. Persze, csak az nem létezik. Csak az nem létezik. Lehetetlenség. Szóval én nem tudok úgy élni, hogy ne csináljak semmit. Én nem tudok így élni. Hogyan dolgozol fel? Mert ugye, ahogy az ember idézve öregszik, ahogy megy az idő előre. 87-et nyomom. 87, hát... Szép kor. Szép kor, az biztos. Tehát hogyan dolgozod fel a tragédiákat, a szomorú történeteket? Mert öregségnek az a igazi jelzése, hogy egyre többen mennek el körülötte, egyre többen mennek el. És a hát utolsó időkben veled is történt azért egy pár haláleset. Hát persze. Én megpróbálom az egész életet megpróbálom kicsit vidámabban felfogni, mint átlag az emberek. Az emberek mindig beleesnek a tragédiába, összeesnek tőle, meghalnak tőle, kétségbe vannak, megtépik a hajukat. Én nem. Én egy teljesen más ember vagyok. Mi tragédia ért engem, az lehet, hogy 2 órát hoz, vagy 3 óra hosszat lelki problémákat okoz, de utána vigyorogva csinálom tovább az életet. Szóval amíg én élek, addig én remélek. Szóval... Jó, de van egy, amerikai mondjuk egy stratégiája, hogy hogyan élem túl a tragédiákat, hogyan értelmezem, és van egy belső énje, amely azért érintve van, azért benne van. Győzz le, és kelj fel minden reggel úgy, hogy elmesélj egy viccet magadnak, és jó kedvű lesz egész nap. Szóval győzd le magadba azt, hogy ne essél kétségbe, és ne essél be a tragédiába, és ne azon törd a fel, jaj Istenem, most mi történt, meghalt, jaj, mi, nem. De a múltat illetően van neked lelkiismert fordulásod, hogy mit kellett volna másképpen csinálni, hogy megbántottam valaki, hogy nem voltam tisztességes, lehet akkoriban meggyőztem magam, hogy indokolt, amit teszek, de utólag, amikor ember nézi, és ember már bölcsebb. Csak egy csirkével kapcsolatban van nekem lelkiismeretfordulásom. Gyerekkoromban csirkét akartam növelni, és volt egy kezdőkút nálunk, és ott akartam növelni a csirkét, de én nem tudtam lemászni a kútba, szerencsétlen csirke éhen halt. És az bánt engem, tényleg bánt engem. Szóval én egy kutyával, vagy egy állattal, hogyha valami történik, az nekem nagyobb tragédia, mint egy emberrel történik valami. Igen? Igen. Ez most is úgy van. Most is úgy van. Ami legnagyobb veszteség, idézőm az életedben, ami a legnagyobb szerelmednek elvesztése, első feleség, beszéltünk mi erről. Persze. Az most, megkaptad a magyarázatot, hogy az miről szólt, hogy miért történt, mit kellett tapasztalnod az által? Nem az első eset, hogy feleséget eltemetek. Ugye első feleségem szülésbe halt meg. Így van, másik öngyilkos lett. A Balogh-Edin, akivel szintén együtt éltem, így leugrott a 8. emeletről. És most történt, nem olyan régen, hogy a momba leugrott egy kis, mert csak a partnernőm volt, igen. Táncoltam vele, de ő is leugrott a 3. emeletre és meghalt. Szóval ezek a tragédiák persze, hogy érintenek engem, de úgy érintenek engem, hogy nagyon gyorsan legyőzöm magamba. De próbálsz értelmezni, hogy miért történik ez vele? Mit kell tapasztalnom, mit kell tanulnom ezáltal? Nem. Nem én csináltam. Szóval mit akar mondani a nem sors? Nem én befolyásoltam. Nem én tettem azt, hogy... Nem te idéztél nem elő. Nem én idéztem elő. A csirkét igen, de ezt nem. És akkor azt mondod, hogy amíg te csinálsz, amíg te aktív vagy, addig van neked a élethez kedved. Igen. Van neked ilyen jövőbeli ambíciód? Ilyen, még neked, több diófát akarsz venni? Elárulom neked, hogy most ősszel, novemberben 140 új diófát ültettem. Hát aki 87 éves korában 140 diófát ültett, az nem egészen normális. De elültettem. De szerencsé, hogy nem vagy normális, mert ha normális lennél, akkor nem is lennél talán. Szerencsé. Szóval én szeretek dolgozni, én szeretek tervezni, és ha tervezek, 30-40 évre tervezek, aztán nem fog sikerülni, ez egy más dolog. Jó, de te is tudod, hogy gyerekeid nem fognak tovább vinni, amit létrehoztál a birodalomban, ahogy te nem leszel rögtön, a szét fog esni minden, az egész. Persze, így van. A nagy birodalom esik szét,
de a diósban már megállapodtunk, hogy a feleségem tovább viszi a dióst, úgyhogy... Mi van a többivel? Hát a többi majd megy ide-oda, meg gyerekek elmulatják, mit tudom én, mi lesz velük, hát nem tudom. De te nem foglalkozol az, ez már ő dolguk, nem? Hogy mit kezdenek vele? Én megcsináltam, felosztottam a vagyonomat, megmondtam, mindenki egyformán kapjon, ez. Megcsináltam a testamentumot, többik az ő dolguk. Meg van a végrendelet. Meg hát, le van téve közjegyzőnél, sőt, még az én DNS-em is le van téve közjegyzőnél, hogyha esetleg valaki jön, hogy én is a fia vagyok, én is szeretnék örökölni, ja? Akkor nehogy de abban, jó. Abban nehogy ne, akkor utasd a DNS-et, köszönöm, nem vagy a fia. Igen. Én mindenre fölkészültem. Neked ezt szumálnéd. Most morbidnak hangzik, de így kevésebben gondolkodik így, hogy meg DNS mintám is ott van, hogyha valaki holnap után a vagyon miatt őr, mert hát persze, te persze. Mondtad, hogy a pénztárcát miatt többen szerettek persze, téged, mint persze. A... Na, az mindig úgy van, hogy egy ilyen halál vagy egy ilyen válóper, amikor az van, hogy ki lesz a vilés, ki a lavor, ott nincs probléma. Igen. De amikor van egy vagyon, ott mindig probléma van, ott mindig a halálnál is, a válásnál is, nincs szép válások az embereknél, nincs. Ott megy a harc a pénzért. Gyuri, de hát az ember problémája addig tart, hogy itt van, utána a többiek problémája. Így igaz. Így van? Ez így igaz. Jó. Hát neked jobbulást kívánok, és hát köszönöm, hogy itt is eljöttél. Mindig jó veled beszélgetni. Hát most kezdünk beszélgetni, de hát vége, most lett vége. Mögött műsoridő. Jó. Köszönöm szépen. Eljöttél. Köszönöm szépen. Köszönöm.